Köszöntöm az Élet a Dok mezőgazdasági és környezetvédelmi magazin műsor nézőit. Mai adásunkban a Természetvédelem határok nélkül című sorozatunk 23. filmjét láthatják, amely a Kecskeméti Televízió és a vajdasági Pannon RTV együttműködésével készült. Kettős ünnep Mórahalmon. Védelem alá kerülhet a kalambosdőlői ősgyep a vajdaságban. Túzok ünnep Pöztörpusztán. Madárodó tisztítás a Szelevényi erdőben. Topolyára érkezett a Pannon RTV természetfotó kiállítása. Nyílik a tavaszi hérics. A földnapjához kötődően kettős ünnepet rendeztek Mórahalmon április 18-án. A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága által szervezett rendezvénysorozaton dr. Fazekas Sándor miniszter, valamint dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár Pro Natura díjakat, emlékplaketteket és elismerő okleveleket adott át a természetvédelemben kimagasló munkát nyújtó szakembereknek. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai közül Pál Szabó Ferenc természetvédelmi őrkerületvezetőt tüntették ki. A földnapi ünnepség ezt követően a közeli Nagy Széksós tónál folytatódott, ahol felavatták a Kiskunsági Nemzeti Park legújabb terület egységét, a Köröséri Tájvédelmi Körzetet. Itt dr. Boros Emil, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója, valamint dr. Illés Zoltán államtitkár mutatták be a miniszternek és a vendégeknek a tájvédelmi körzet kiterjedését, megalakulásának körülményeit és különleges természeti értékeit. Körösér, ez egy természetes, időszakos vízfolyás, ami itt a homokhátság dűnevidékén a buckák között kanyargott valaha, néha bővebb vízűen, néha meg kiszáradt, mindig is, és ez ott Kelebiak fölött ered, ugye 20-30 kilométerre van az eredővidék, a Bácskai Löszöshátnak a lankáján, és akkor egy jó szakaszon, ott Szabadka északi határán, egyben határvíz is, és aztán átlép a határ után Szerbiába, és a Ludasítóba torkollik bele. Ezek a területek mozaikosak, mert ugye itt a tanyavilág, a tájhasználat az már földarabolta az élőhelyeket, de emellett ezek a kis mozaikok, kisebb területegységek is, akár amit itt látunk, a Nagyszéksóstó, ez számos növény és állatfajnak fontos élőhely ebben a térségben. Egyre fontosabb, mint ahogy itt többen jelezték is a vízkérdést, a kiszáradás problémáját, ahogy zsugorodnak az élőhelyek, ezek a kis refúgiumok, mencsvárak értéke egyre jobban felértékelődik. Ezt szeretnénk megvédeni közösen a szerbiai kollégákkal itt a határ mentén, és ennek a tiszteletére akkor most megkérném a miniszter urat, államtitkár urat, igazgató urat, polgármester urat, hogy közösen, jelképesen helyezzük el ezt a tájvédelmi körzetet jelölő dísztáblát. Még csak egy szó erejéig, hogy 20 évvel ezelőtt történt kezdeményezés ennek a tájvédelmi körzetnek a kialakítására a magyar oldalon, hogy hallottuk, a szerb oldalon már létezett, és Fazekas Sándor miniszter úr természetvédelem iránti elkötelezettségét jelzi az a döntés, amellyel 20 év után, 20 évig nem volt olyan ember, aki ezt a dolgot szakmai tekintetben fölvállalva politikai döntést, szakmapolitikai döntést hoz. Miniszter úr Fazekas Sándor volt az az ember, akinek a természetvédelmi elkötelezettségét jelzi, és a természetvédelmi iránti szeretetét és elkötelezettségét jelzi az a döntés, amelynek révén végül is ez a terület 20 év után, pedig már korábban is meg kellett volna tenni, tájvédelmi körzetté válik. Így egy nagy egységet jelentve a vajdaságban, a délvidéken található természeti értékekkel együtt. Az emléktábla felállítása előtt dr. Fazekas Sándor miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a területen a világon egyedülálló élőlények is találhatók. Egy ünnepnap részesei vagyunk,
és azt hiszem, hogy egy ilyen ünnepen fontos, hogy ajándékkal kedveskedjünk. És a tárca, a környezetvédelem szervezetei, a hatóságaink, együttműködő partnereink a határ túloldalán hosszú munka, hosszú előkészítés eredményeként most azt az ajándékot tudjuk megfogalmazni, hogy létrejön egy új természetvédelmi terület, létrejön a körösvéri tájvédelmi körzet. Olyan csodálatos értékekkel, amelyek egy részét látjuk itt a tájban, hiszen egy gyöngyszem az, amelyet szemlélhetünk, egy csodálatos vizes terület, rajta az élővilággal, az emberi kézmunkája épp úgy megfigyelhető, mint a természet csodája. És ebben a tájvédelmi körzetben világszerte egyedülálló délvidéki földi kutya állomány is található, egy rejtett kincs. És az nagyon fontos, hogy a társadalom és annak a szervezetei, az állam is magáénak érezze, valamennyien magunkénak érezzük ezeket az értékeket. Ez szolgálja a jogi keret, ezt a célt szolgálja az önkormányzat, az itt élő emberek odafigyelése, és én biztos vagyok abban, hogy gondos jó kezek őrzik ezeket a kincseket. Azt hiszem, a Föld napja alkalmából ez a legfontosabb ajándék, ami elképzelhető, és bízom benne, hogy sok látogató jön ide, a természetet kímélő, a természetet védő, óvó látogató megcsodálja majd ezeket az értékeinket, és elviszi a hírüket. És biztos vagyok abban, hogy az itt élő emberek odafigyelése is testre tört mindenben, hiszen ők azok, akik vigyáznak már generációk óta ezekre a természeti kincseinkre. Én szívből gratulálok, és szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki hosszú évek, évtizedek során tett ezért, és bízom benne, hogy még jó néhány ilyen alkalomnak leszünk a részesei, amikor sikerül megadni a kereteket a védelemnek, nemzeti kincseink, nemzeti értékeink védelmének. Az új természetvédelmi területet jelző táblát a két szomszédos ország nemzeti színű szalagjaival is feldíszítették. Az ünnepségen a szomszédos Szerbiából is érkeztek vendégek, többek között a Tartományi Természetvédelmi Intézetből, Újvidékről. Ezeket a szétszórt élőhely maradványokat mindenféleképpen csak egységes egészként lehet kezelni, és ennek a tengelye az valójában a Körösér. A Körösér vízgyűjtőjén csak közös erővel tudunk eredményesen együttműködni, és maga a Körösér nem csak a természetvédelemnek, hanem a gazdasági hasznosításnak is valami módon a kulcs csak ezen a vidéken. Tehát itt mindig a vízzel van probléma, vagy azért, mert hiányzik a víz, vagy azért, mert időnként esetleg túl sok van belőle, főleg a talajvízből. A Körösérnek talán az egész vízgyűjtőjét egységes, nem csak hidrológiai, de ökológiai egészként is kell kezelni, és úgy érezzük, hogy az ilyen holisztikus, szemléletű, egészet átfogó projektumokat csak nemzetközi együttműködésben lehet segíteni. És ez mindkét oldalról feltételezem, hogy egy nagyon nagy előrelépést jelent a természetvédelem számára. A hivatalos ünnepséget követően a vendégek megtekintették a környéken termelt élelmiszerek bemutatóját, majd közös ebédel vettek részt. Ezt követően lovaskocsis túrán megismerkedhettek a tájvédelmi körzet egy részével. A különlegességek iránt érdeklődők ellátogattak a délvidéki földi kutya határmenti élőhelyére, ahol Krenács György természetvédelmi őrkerületvezető mutatta be a különleges kis állatot. Skelebia és Ásotthalom határán vagyunk, és ez a délvidéki földi kutya élőhelye. Itt a környezetünkben találhatjuk ennek az állatnak az egyetlen egy felszíni nyomát, a túrásait, a földkupacokat, amit a föld alatti járataiból kitúr. Környéken a legnagyobb állománya található, de egy 200 egyed, és ezen kívül még egy 100 egyedet találhatunk a szabadkai erdőktől északra, illetve a Fuskagóra lábainál, és ez teszi ki a világ állományának az összes példányát. Hát a körösvéri tájvédelmi körzetnek az egyik legkiemeltebb védett állatfaja, ami gyakorlatilag csak itt fordul elő hazánkban, és ez a tájvédelmi körzetnek az egyik fontos feladata, hogy ezt a fajt megőrizze. Az új körösvéri tájvédelmi körzet értékeinek megóvására a határ mindkét oldalán fokozott figyelmet fordítanak a szakemberek. Thank you.
A közeljövőben védetté nyilváníthatják a Horgos melletti galambos dűlő ősgyepét. A réten számos védett növénytársulás található, illetve néhány földi kutya is él itt. Az ősgyep területe mára mindössze 4 hektárra szorult vissza. A galambos dűlő egyik a legfontosabb, és ez idáig szinte ismeretlen északbácskai mikroélőhelyeknek. Árvalányhaj, báránypirosító, homoki gyík és a ritkaságnak számító földi kutya jelenlétét jelző túrások. A látszatra egyhangú rétnek tűnő galambos, pár hektáros, több természeti értéket őrző mikroélőhely. A homoki gyep élővilága ennek ellenére folyamatosan veszélyben van. Állandó az emberi jelenlét. Az egyik dűlőút félbeszeli a rétet, amelyen állandóan gépjárművek haladnak át. A földes utat pedig magas feszültségű távvezetékek keresztezik. A réten egy kis homokbánya is található. A terület kétharmadát már akácos borítja. Ha ez tovább terjed, akkor megszűnik az ősgyep. A hasonló rétek korábban valóságos szimbiózisban léteztek a legeltetéssel. Most csak egy maroknyi szarvasmarha legel a réten. Lassan értéktelenné, fölöslegessé vált ez a homoki rét, és sajnos az utóbbi években, mivel a szövetkezet, amely tulajdonjogilag birtokolta, megszűnt, és akkor valószínű privát tulajdonba került, és akácos ültetvényeket telepítettek rá, és sajnos ez oly nagy mértékben károsította, hogy az alapjellege az meg is szűnt. Tehát itt, ahol jelenleg állunk, ez a keleti pereme a területnek, ahova az őshonos állatvilág talán utolsó menedékként ide telepedett, ide szorult. Az ősgyep legfontosabb élőlénye természetesen a földi kutya. Elszigetelt populációról mindössze 15-20 egyedről lehet szó. A legközelebbi földi kutya állomány a szabadkai homokpusztán található, mintegy 15 kilométerre a galambostól. Rendkívül fontos lenne tehát végre kimerítően kutatni és védeni ezt a homoki gyepet. Alapkutatások folytak, tehát ennek alapján tudjuk pontosan azokat a védett növényfajokat elsősorban, amelyek már önmaguk, mint élőhely, tehát automatikusan önértékként védett kellene, hogy legyen a terület. A szabadkai városi vezetés eddig még nem is tudott erről az ősgyepről. A közeljövőben azonban egy nagyobb természetvédelmi rendszerbe is beleágyazhatják a területet. Amelyik az egész Szerbiára vonatkozik, az az úgynevezett ekológiai hálózat teremtése, pontosabban revíziója, mert 3 évvel ezelőtt egy állami rendelettel ki volt nevezve, és mostan dolgozunk egy elég sok tudós is a Természetvédelem Intézettel együtt, hogy gyűjtsük össze olyan adatokat, a terepi adatokat, ahol arról a fajokról, védett, fokozottan védett fajokról, amelyikek nincsenek pillanatnyilag valamiféle védett területeken. Ezek a területek nagyon fontosak azért is, hogy szóval ezek a területek, ahol ezek a védett fajok élnek, hogy valamiféleképpen még védjük őket, és bele kapcsoljuk a hálózatba. Szabadka környéken egyébként az idei év őszére legalább 5-6 területet szeretnének valamilyen módon védetté nyilvánítani. Első körben ezt valószínűleg egy városi határozattal fogják megtenni, mivel ez a legegyszerűbb forma. Ezt követően kerülhet sor a tartományi, majd az országos szinten való elismertetésre. Hogy erre mikor kerülhet sor, azt még nem tudni. Több száz érdeklődőt vonzott Bösztörpusztára a Kiskunsági Nemzeti Park által április derekán második alkalommal megrendezett túzok ünnep. Ezen a vidéken található ugyanis a legnagyobb hazai túzok állomány, amelynek kakasai az áprilisi időszakban látványos nászruhát öltenek, hogy ezzel csalogassák magukhoz a tojókat. A sokszínű programban az ismeretterjesztő előadások mellett bábjátékok, kézműves foglalkozások és gyalogtúrák is voltak a környező vizes élőhelyekre. Nem maradhatott el a kenyérlángos sütés sem, amelynek kóstolóján mindenki részt vehetett.
Ez alkalommal került sor a Büszkeségünk a Túzok gyermekrajz pályázat díjainak átadására is. A szervezők örömmel tapasztalták, hogy egyre több család is részt vesz a rendezvény sorozaton. A tavalyi évhez képest jóval többen itt vannak, ami szerintem annak is köszönhető, hogy az idén meghirdettünk egy rajzpályázatot a környékbeli települések iskoláinak, és hál' Istennek elég sok gyerek küldött be nagyon szép rajzokat, amiből tudtunk válogatni, és sokan eljöttek a díjkiosztóra is, és itt maradnak a további programokra is. Hozták a szülőket, ismerősöket, úgyhogy nagyon örülünk ennek a sikernek. Próbáltunk most már több kézműves programot is összehozni, és még egy plusz túrát is beiktattunk, egy közeli vizes élőhelyre, egy ilyen kis rövid túrára mennek el a résztvevők, még a nagy túra előtt, a Túzok néző túra előtt. Nagyon örülünk annak, hogy a környező települések lakói jönnek el elsősorban, ugye, mert őket kell főleg megszólítanunk, hiszen velük együtt tudjuk ezt a fajt leginkább megőrizni. A Túzok ünnep fénypontja a Túzok les volt, amikor nagy teljesítményű távcsövek segítségével egy kilométeres távolságról figyelhették meg az érdeklődők a násztáncot járó, dürrögő túzok kakasokat. A délvidéki országhatár mellett húzódó szelevényi erdő csodálatos madárvilágának sokszor emberi segítségre van szüksége. A Királyhalmi Általános Iskola diákjai ezúttal a szén és kék cinegék odúit tisztították ki a költési szezon előtt. Az elhúzódó tél után tökéletes tavaszi időben érkeztek az általános iskolások a szelevényi erdőbe. Az erdő területén körülbelül 50 mesterséges madárodú található. Ezek ellenőrzése és karbantartása volt a napi feladat. Volt olyan diák, akinek ez volt az első ilyen élménye. Voltál már itt az erdőben így odút tisztítani, vagy bármi más csinálni? Odút még nem tisztítani, csak sétálni jöttem erre. A biológia tanárnő mondta, hogy ha akinek kedve van, az jöjjön ki. Csapatból találkoztunk a bolt előtt, 9:30, és akkor jöttünk ki, és akkor madaráztunk. A környékbeli diákok rendszeres résztvevői a Ripária Egyesület természetjárásainak. A szervezet jó kapcsolatot ápol a környékbeli falusi iskolákkal. A gyerekeknek általában a Ludasító partján szerveznek képzéseket. A 2 évszázada telepített szelevényi erdő ma már gazdag élővilággal rendelkezik. A védtelen madárfajoknak itt az odúk jelentenek biztos menetéket. A mai erdeinkben, vagy egyáltalán tehát a környezetünkben, beszélhetünk itt a városokról is, az öreg fák azok már szinte kivétel nélkül kivágásra kerültek, és a természetes odúk, amiben ezek a madarak befészkelnének, azok már nem állnak rendelkezésre. Tehát ilyen szempontból az életterük az visszaszorult, tehát minden egyéb körülmény az adott, tehát a táplálék, az éghajlat, stb. Az megfelelő lenne, csak a fészkelő helyet nem tudják megtalálni. És egy ilyen odú kihelyezésével akár saját kertünkben is nagyon sokat tudunk azért tenni, hogy ezek a madarak továbbra is a környezetünkben maradjanak. A lelkesebb diákok lendületesen végezték a munkát. És az odúknak köszönhetően szaporodnak is a madárkák. Jó példa erre a szalakót esete, amelyet épp az odúk mentettek meg az elmúlt 12 évben. Ma már jóval 100 fölött jár a párok száma. A szelevényi erdő és környékének madárállománya egyébként is rendkívül gazdag. Időnként ritka madarak is felbukkannak itt, mint például a fekete gólya vagy a fekete sas.
több mint 100 faj előfordul itt a szelevény környékén. Mm-hmm. Tehát van olyan, például van olyan madárfaj, amit egyedül Szerbiában eddig csak itt fogtak meg, ez a fekete sas, ezt így gyűrűztük meg a szelevényi erdő mellett tulajdonképpen itt fogtuk meg. A diákoknak tehát bőven akadt tanulni való a fák lombja alatt. Az erdő területe szigorúan védett, csak természetőr kíséretében látogatható. Így biztosítják, hogy a madaraknak és más fajoknak valóságos oázist jelentsen a szelevény. Topolyára érkezett a Pannon RTV Pillanatképek a természetből című fotókiállítása. A 13 és 18 év közötti diákok által készített fényképek házigazdája, ezúttal a Topolyai Mezőgazdasági Iskola. A vándorkiállításnak ez a 8. állomása. A Bácska szívében található Topolyai Mezőgazdasági Iskolát a 60-as évek közepén alakították. Története során az időnkénti nehézségek ellenére mindvégig jelentős iskolaközpontnak számított a régióban. Jelenleg 670 diák tanul az intézményben. Az oktatás két nyelven, szerbül és magyarul is zajlik. Az iskola több szakirányt kínál a vajdasági diákoknak. A 4 éves szakok között szerepelnek az állategészségügyi, mezőgazdasági és élelmiszeripari technikusi szakok. A 3 éves szakok sorában találjuk a mezőgépszerelő, a virágkertész, a hentes és a pék szakirányokat. Az oktatás során az iskola egyre nagyobb figyelmet fordít a környezetbarát termelési módokra. A végzőseink, amikor vizsgáznak, tehát az érettségi vizsgán, bizonyos módon szerepel a természetvédelmi előírásoknak az ismerete is és alkalmazása is, tehát a magán a vizsgán belül, tehát hogy azt is osztályozzuk, tehát bele van építve. Ez mert ugye az iskolánk most az idéntől kezdve elkezdte az organikus termelést, ami azt jelenti, hogy vegyszerek és ilyen környezetkímélő módszerek segítségével történik a termés egy bizonyos területén. Habár ugye még tudjuk, hogy ez nálunk olyan kezdetleges fázisban van, tehát főleg az emberek valójában megszokták, hogy ezt a régi hagyományos termesztési módokat. Amint arról már korábban beszámoltunk, a tárlatot a Pannon RTV fotópályázatának legsikeresebb 44 felvételéből állították össze. A Vándor kiállítása Természetvédelem Határok Nélkül nevű magyar-szerb IPA projekt keretében valósul meg. A fényképeket a Topolyai iskolában május 17-ig lehet megtekinteni. A Dunatisza közének déli homokos domboldalain és néhány kiskunsági homokpusztán virágot bontott a tavaszi hérics. Az élénksárga virágzatú, borzos szárú növény virágai 8-10 cm-esre is megnőnek, és kis bokrokat alkotnak. A tavaszi hérics erősen mérgező, ezért gyűjtése veszélyes lehet, az állatok sem legelik. Főzetéből egykor szívgyógyászati hatóanyagokat készítettek, de ma már védelem alatt áll. Állománya jelentősen csökkent, természetvédelmi értéke 5000 forint tövenként. Kedves nézőink, Önök az Életadók mezőgazdasági és környezetvédelmi magazin műsort látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!